Nagy tiszteletet köszöntök minden kedves megélete Csetén község önkormányzatának testületülésén. A mai nap 5 napirendi pontunk lesz. Még a napirendi pontok ismertetése előtt szeretném azért kifejezni a hálámat is, illetve elismerésemet a Hovicseren Károly temetésével kapcsolatban, a Kiskápolna tatarozással kapcsolatban mindenkinek, aki ebben részt vett. Valamint azt a tájékoztatást szeretném elmondani, hogy a ritkán van az, hogy a kollégák arcán akkor elégedettséget látok, de talán tegnapi napon ugye ellenőrzésünk volt a temetőnél, és azt hiszem, hogy az előbb csillagos ütössel utalhazták a tevékenységet, amit a temetőben láttak, ami igazán pozitív és hasznos elégtétel ilyenkor a kollégák számára, akik a település üzemeltetést végzik. Gratulálok ezúton is az ő tevékenységükhöz. A mai napon 5 napirendi pontot tárgyalunk. A 5 napirendi pont javaslat van. Az első az a Csetényi Közös Önkormányzati Képviselőtestületének az önkormányzat 2023 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/24/23 önkormányzati rendelet elfogadása. A második az Csetényi Község Önkormányzata képviselőtestületének 9/2024/23 önkormányzati rendeletének elfogadása. A helyi népszavazásról szóló 2017/16/9/7 önkormányzati rendelet módosításáról. Majd ezt követően az Zöld Bakonia Tom Profit Kft. 2023 évi beszámolójának elfogadása lesz, és a negyedik a vagyonkataszterrel kapcsolatos tájékoztatás, és ötödik szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestület megjelent tagjait, hogy egyéb napirendi pont javaslat van-e. Hogyha nincs, és elfogadjuk a két napirendi pont, vagy az öt napirendi pont javaslatot, kérem készfeltartásra jelezzük. Megállapítom, hogy őt igen, és a Kálmán Attila valamit is bejelentett jelezte távolmaradásnak, így igazoltan vannak távolmani. Az első napirendi pont az a Csetén Közös Önkormányzat képviselőtestület költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestület tagokat, hogy az előterjesztést átnézték-e, megismerték-e, valamint esetleg ezzel kapcsolatos kérdések merültek-e fel a részükről. Hogyha nem, akkor azért annyi kiegészítést szeretnénk hozzátenni a rendelethez, hogy jól mutatja az önkormányzati gazdálkodást a 2023-as rendeletünk is. Számomra egy nagyon meglepő szám azért került bele, konkrétan inkább 2. Az egyik, hogy a bevételeink átlépték az 1 milliárd forintot 2023-ban, ami szerintem egy ilyen méretű település nincs Csetény esetében rendkívül nagy. Illetve azért nagyon fontos, hogy a bevételeink mindenhol közel a 100%-os teljesülést mutatják, valahogy egy kicsit többet, de a kiadásaink azért többnyire inkább elmaradnak a tervezett 100%-tól, így azért összességében elmondhatjuk, hogy a felelős gazdálkodás továbbra is jellemzi Csetén működését. Ami még másik szám is kiemelendő, az a beruházásokra fordított forrás, hiszen 222 millió forintnyi beruházás volt, ami 2023-ban lett, ugye ez csak egy része, mert ugye az 22-ben már elindult egy beruházás, de 23-ban fejeztük be, hogy ez a bölcsődének a beruházása. Így amikor aktiválásra kerül majd a beruházás, akkor ugye a teljes összeg, a bölcsődé beruházás összege fogja gyarapítani településünk vagyonát, és ugye két felújításunk is volt, illetve vásárlásra került egy önkormányzati működés segítő platós kis terveautó. Nekem valójában én inkább csak elégedettséggel tudok nyilatkozni a 23-as évről. Bár mindig azt mondtam, hogy a következő év könnyebb lesz, a 24 biztos, hogy sokkal nehezebb. Azt azért tájékoztatási jellegűen elmondanám, hogy az előre tervezett ütközési adóbevételeink a mai nap által ismert számai alapján közel 40%-os csökkenést fog eredményezni 2023 után fizetendő ütközési adó. Ugye ez 24-ben realizálódik. Lehetséges, hogy önként vállalt beruházásoknak a kismértékű eltolását fogjuk tudni eszközölni. Tessék csak! Tessék! Gyere! Szia! Nyugodtan csapatkozz! Csak mondom, szólok, hogy jöjjön! Persze, nyugodtan! Közös Erika, ő a
könyve róla az önkormányzati gazdaság társadalmi kísérletezésről. És hogy alapvetően ugye ez okozhat még némi eltolódást egyes beruházások esetében, de május 31 azért még messze van, most azért már látszik, hogy a nagyobb vállalkozások adóbevallásra is érkeznek, és egy kicsit javul az egyenlegünk, de a terveinkhez képest különben nem rosszabb, hiszen pontosan tudtuk a 23-as, 24-es költségvetés elfogadásakor, hogy az iprőzési adóbevétel jelentősen fog csökkenni, de nagy meglepetés azért nincsen. A rendelettel kapcsolatban, hogyha nincsen senkinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója, kérdezem még egyszer. Az, hogy negatív az eredménye, az... Az egy jó kérdés. Az abból adódik... És elég nagy szám, 100 milliós. Nem, az nem negatív eredményt jelent, rögtön mondom, mert reggel átkérdeztem a kollégánál. Azért mínusz, mert a bölcsődei támogatásra pénzeket a korábbi években kaptuk meg, ezért volt nagy a maradványunk is, és mivel 2023-ban lett elköltve, így van a 2023-as mínusz ez miatt. Tehát alapvetően én is, amikor néztem át az anyagot, akkor elkérdeztem a kollégáknál, hogy mi volt ennek az oka. Ez csak azért van a bölcsődei elkészült, és akkor lett a pénzügyi kifizetés. Esetleg másik kérdés. Jó, ha nincs is elfogadjuk, és a képviselőtestület elfogadja a rendeletet, kérem készletartásra jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen mellett az önkormányzat a rendelet költségvetés végrehajtása szóval rendelet elfogadásra kerül. Következő napirendi pontunk az a helyi népszavazásról szóló rendeletünknek a megalkotása, elfogadása. Viszonylag szűk tájékoztatás ment ezzel a tisztelt képviselőtestület számára. Már nagyon régóta téma volt azért a Holicsek kastélynak az ügye szerintem településünkön, ugye még a múltban is hozzátartozik, hogy megvizsgálva az összes kastélyt, ami jelenleg önkormányzati tulajdonban van az országban, javaslom mindenkinek megtekinteni a Google, az ember barátja, hogy három olyan állapotú kastély és kastélypark van önkormányzati tulajdonban, mint a miénk, meg kell, hogy mondjam, hogy nulla. Hát ilyen szinten felújított, ilyen szinten helyrehozott épületegyüttes nincsen. Még 2014-ben az akkori testülettel még beszélgettünk arról is, hogy akkor volt az úgynevezett Forster központ, aki gyűjtötte maga alá kastélyokat, azzal a célra, hogy felújításra kerüljenek az állam pénzéből. Akkor nálunk is eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha esetleg a kastély ezen cím miatt, mert hogy mégiscsak Csetényben marad, mégiscsak a miénk, biztosítsuk a Forster központ számára, de aztán elvetésre került, inkább ugye a saját utunkat jártuk, és ugye a TOP térség operatív fejlesztési program keretében a felújítást, illetve rengeteg saját erőbiztosítással a teljes körű felújítást az önkormányzat megvalósította. Így ugye mindig is az önkormányzat saját tulajdonában tudott maradni a kastély. Ma, amikor beszélünk szuverenitásvédelemről, meg mindenről, de mégis igyekszünk mindenfajta eszközzel beavatkozni egy település működésébe is. Sajnos előjönnek azok a lehetőségek, felvetések, hogy vajon milyen ára lehet egy településnek. És az én belátásom és meglátásom szerint nekünk egyetlen egy olyan értékünk van, ami igazából a település és a múltunkat is magába foglalja, és azért a jelenünket is, hiszen maga a kastély az már a közösségek számára megnyitott tér, ugye akár a kulturális rendezvényeink szempontjából, akár ugye a jövőben már szórakozási lehetőségek szempontjából is. Én azzal a javaslattal érnék a tisztelt képviselőtestület felé, hogy független attól, hogy éppen mikor kiül az önkormányzat képviselőtestületébe, akár az 2040-ben is, tehát nem a holnaptól félünk, hanem mondjuk 10-15-20 év múlva, mivel kastély az a településünk teljes körű képviseletét is ellátja, és jótevőnknek a méltó sírhelyét is magába foglalja, amennyire mégis egyszer valakinek felvetődni nagy az ötlet, hogy értékesítse, mert mondjuk például túl nagy a fenntartási költsége, nagyon sok a gázszámlája, vagy ne adj Isten likviditási problémája van az önkormányzatnak és hitellel meg kéne terhelni, akkor ezt ne tehesse senki. Ez az épület a beletartozó parkkal, sportöltözővel, Holicsek bisztróval, ez így egy kerek egész. És ezért népszavazáshoz kötnénk, illetve forgalomképtelen ingatlan sorolásba is tennénk. Ez részben megvédi
az értékünket, és nem ad olyan lehetőséget arra, hogy fű alatt esetleg olyan alkuk kötődjenek, ami előbb-utóbb ott találnák magunkat. Bocsásson meg mindenki, mint Bodajk, hogy a Bodajk közepén lévő gyönyörűen felújított kastély nem látogatható a bodajkiak számára. Tehát ez a kastély a miénk, és ennek a kastélynek a miénk meg kell maradnia. Én ehhez kérem a tisztelt képviselőtestület hozzájárulását, támogatását, hogy a kastélyt és kastélypark ilyen irányú elidegenítéssel vonatkozó joggal való megterhelését azt kösse népszavazáson a tisztelt képviselőtestület. Igen? Maximálisan egyetértek ezzel a felvetéssel. Nekem ami hiányzik, hogy konkrétan a kastély nincs beleírva ebbe a tervezetbe. Úgyhogy én... Azért nincs beleírva a kastély. Először az, hogy Holicsev kastély, de az csak egy név. Alapvetően a helyezési szám az, ami nem fog változni, illetve az mindig visszakövethető, hogy a helyezési szám 1-es és a helyezési szám 2-es sem adkozik. Az, hogy ott van egy kastélypark, tehát ugye ezen a helyezési számon található maga a kastélyépület is, ennek ez az oka. Eredetileg jegyzőasszony különben úgy készítette az anyagot, hogy a kastélyt nevezte meg benne, de az én álláspontom az az volt, hogy a helyezési szám az biztonságosabb. Oda lehet írni, szerintem hogy Holicsev kastély. Ez mindenképpen oda írjuk a legyen a kastély is, hogy az se kerülhessen eladásra, akár ki lesz itt a polgármesteri székbe. Jó, szerintem ennek semmi akadálya, ezt akkor hozzátesszük, hogy zárójelbe tudjuk hozzátenni, hogy Holicsev kastély. Jó? Van esetleg bárkinek bármi észrevétele ezzel kapcsolatban? Akkor talán annyit szerintem, így, hogy a kamera túloldalán is megértse a lakosság, hogy ez azért van, hogy tényleg ne lehessen eladni, meg a csetényi lakosok tudnak erről döntést hozni. Igen. Ezt éleződjön jól ki. Igen. Rendben. Van olyan kiskapu sajnos, hogy ugye azt mondják, hogy megosszuk az egyes helyezési számot, és akkor mindjárt más helyezési számon lesz. És tehát maga ez a földhivatali bejegyzés sem nagy garancia. De értem a szándékot, csak ja. Mondom. De azért a neveket kell nevezni a gyereket. Alapvetően a cél az az, hogy a cél az mindenképpen az, hogy a lakosság ilyen is tudja azt, hogyha bármikor ilyen történik. Ez a testület rendelkezett arról, hogy a lakosság tudomás vétel nélkül nem történhet a kastélynak az értékesítése. Ez a milyen, ahogy én elmondtam a kiskápolna átadón is, ugye tavaly sikerült azt is ugye megoldani, az nem egy teljes elidegenítés volt, de az egészségházban mindenki emlékszik, ők is volt az, hogy adjuk át ingyenes vagyonkezelésbe az államnak, ugye azt mondtuk, hogy biztos, hogy nové. Ugye a víziközmű hálózattal viszont sajnos nem tudtuk mit tenni, mert ott akkora terhet tett volna ránk az állam, hogy ez az év 18-20 millió forint, amivel nem tudtunk sajnos mit kezdeni, ezért azt elengedtük. Sajnos ez egy alapközmű, de elengedtük. Az egészségházat nem engedtük el. Ugye az iskola, és egy ugyanilyen sztori volt, az jelenleg az önkormányzat tulajdonában van, de a Pébezberg a fenntartója. Ugye ez még esetleg vissza is jöhet, de ott egy olyan nevelési feladat van, ami már központi állami. A kastélypark az szerintem teljesen más, az a közösségé, az a közösségek helye, és bár régen urat szolgált, ma már a közösségeket szolgálja. De méltónyuk helyet biztosít Holicsev számára is. Szerintem ez idén lett így kerek. Ugye ami felvetődhet majd kérdés, az, hogy az új építési törvény, ugye az egy nehéz sztori ebben a helyzetben, hogyha oda tudunk, már pedig a cél az, hogy hogy júniusban aktív tárgyalásokat folytassunk a Parlament Turisztikai Bizottságával, hogy a kastély mellett lévő régi cselédsor, illetve az mögött lévő régi magtár, ami annyira fa, hogy faszegekkel van megcsinálva, hogy annak az átalakítása, felújítása egy top pályázat keretében, hogy például ott, amikor az állam végzi majd a beruházást az építési minisztériumon keresztül, hogy az elméletek úgy szól, hogy át kell engedni a tulajdon jogot, de akkor jöhet a kiskapu a képviselő által, hogy csinálunk egy olyan helyezési számot. De a kastélyt nem adjuk, mert a félő az, hogy egyszer odaadjuk, az nem adják vissza. Tehát, hogy ez nem fél. Jó? Jó, akkor aki a rendelettel egyetért azzal a módosítással, hogy nevesítsük benne a Holicsev kastélyt, hozzájuk, akkor azt kérem készfeltartással jelezzük. Nagyon szépen köszönöm, 5 igen mellett elfogadva. Következő
napirendi pontunk, az a Zöldbakonért Non-Profit Kft-nek a beszámolója. Szeretném kérdezni a megjelent tisztelt képviselő tagokat, hogy ezeket átnézte, látta-e, van-e kérdése ezzel kapcsolatban. A könyvelési iroda vezetőjét is elhívtuk erre a tájékoztatóra, hogyha esetleg kérdések vannak, akkor ő az nem üzlethez kapcsolódó szakmai kérdésekben választ tud adni, az üzlethez kapcsolódó kérdésekben pedig akkor Claudia igyekezne választ adni, de mivel ez 2023-ra kötődik, és 2023-ban a Zöldbakonért Non-Profit Kft. Felügyelete az a legköszöntő alpolgármesterhez kapcsolódott még, így szükség esetén segített. Jó? Annyit azért meg kell jegyezzek, hogy a 22-ben szülési szabadságban volt már Claudia, hogy a 22-es üzleti év eredménye azért az ahhoz képest szembetűnő az, amikor 23-ban újból gazdája lett a vállalkozásnak, illetve a 22-es negatív eredménynek azért jelentős része volt az is, hogy a Covid-ban megtiltotta az állam azt, hogy emeljük az étkeztetési térítési díjakat, így a gazdaságtársaság ellátta a közétkeztetési feladatokat, nem tudta ő sem érvényesíteni az élelmiszer áremelkedésben lévő hatásokat, ugye a végfelhasználók felé, így azért ez jelentősen hozzájárult a gazdaságtárság 2022-es eredményéhez, de 23 első fél évében ugye módosítottuk az díjtételeket, és azóta alapvetően a gazdaságtárság működése is stabilizálódott, de még mindig ki kell mondani, hogy a gazdaságtárság és az önkormányzat között lévő szerződés módosítás az elengedhetetlen, hiszen a mai napig a zöld terület karbantartás, a temető karbantartás és az útpatka karbantartás az nagyon-nagyon alulfinanszírozott. Ugye azért tud eredményt elvenni a gazdaságtárság, mert gazdasági tevékenységeket is ellát a közföld ellátása mellett, hiszen ugye a takarítási tevékenységet még ez a település határában lévő üzemben, aminek azért jelentős eredménytartalma van, illetve még a holtolást is végezzük, és nem utolsó sorban, hogy a Holicher Bistro üzemeltetését ugye a Zöldbakonért Non-Profit Kft. Látja el. Ez nem azt jelenti, hogy az ő tulajdonában van, csak ilyen kérdés fel sem merüljön, és ugye önála ott keletkezik a rendezvényekből származó bevétel és nyereség. Ugye van egy olyan tétel, hogyha reggel jól futottam át a beszámolót, ugye ami 10 millió forint környéki beruházásnál volt, de az pedig annak innen a Zöldbakonért Non-Profit Kft. Finanszírozta a virágosításnak a jelentős részét a kastélyfelújításnál. Ugye az ő könyveiben van ez nyilvántartva, és ugye arra értékcsökkenési leírás van elszámolva időszakosan, és azért ez is egy ilyen jelentősebb tétel volt. Nekem nagyon hozzáfűzni való ehhez nincsen, mert nekem egy mérőszámom van, az nem az eredményesség ebben, hanem az állampolgári elégedettség. És amíg a település rendben van, és az étkezések is jól mennek, a kint lévőségek egy kicsit haragszunk, addig én a gazdasági felső munkájában maximum sem élek. Kérdése van esetleg bárkinek? Erika? Hát többször készültem a földes Erikához, bocsánat, mi gyerekkori barátok voltunk, a nagymamája utcájában lakott Erika. Többször készültem hozzá, hogy ezzel kapcsolatosan egy kicsit beszélgessünk, nem értem oda. Akkor talán most valamit mondja erről a cégről, azt látjuk, hogy 100%-ban, mivel mi később kapcsolódtunk be a testület munkájába, hogy 100%-osan az önkormányzat tulajdonában a Zöldbakonyért Non-Profit Kft., hogy van egy akkor légy szíves szakember. Hát annyit tudok igazából mondani, hogy mióta 2019 óta a könyvőr, bocsánat, ezzel most nem készültem konkrétan, és a Claudiával is, illetve ha szükséges, akkor az önkormányzattal is jó az együttműködés. A beszámolóban, illetve a cég számviteli nyilvántartásaiban lévő számok, bizonylatokkal alátámasztottak, szerződések megvannak.
Ugye én igazából csak ennyit tudok mondani, hogy a magyar számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelően van elkészítve a beszámoló és a pénzügyi nyilvántartások. Ugye a gazdasági események tartalmát azt mi nem vizsgáljuk és nem is vizsgálhatjuk. Ezekkel kapcsolatban Claudia tud nyilatkozni. Hogyha bármilyen olyan kérdés van, ami ennek a tisztázására, vagy mondjuk egy-egy bizonyos mérlegsoron mit tartunk nyilván, vagy mi van a mondjuk egy főkönyvben, egy-egy soron, abba tudok nyilatkozni, az egyéb dolgokban viszont a Claudia tud. Gondolom, leegyszerűsítve a kérdést és a választ egy röviden, egy mondatban összefoglalva a kérdést, szabályosan működik a gazdaságtárság? Válasz, igen. Dokumentumok megfelelőek. Amilyen rendelkezésedre, bocsánat, itt te azt tudod lefényvelni szakmailag. Így van, de ezt viszont ebbe ugye a Claudia nyilatkozik, hogy ez teljes körülön a rendelkezésünkre áll, hiszen ez az ő felelőssége és ez az ő neve alatt van. Tehát, hogyha nem kerül a könyvelésre valami, akkor az az ő felelőssége. Köszönöm. Vagy a felügyelőség. Én még azt kérdezném, hogy az, hogy benne van a cég nevében, hogy non-profit Kft., az problémája? Nem jelent problémát, de ezt tavaly évben ugye tisztáztuk, és akkor írásba én le is írtam az ezzel kapcsolatos állásfoglalásomat Attilának, de igazából olyan problémát nem jelent, ami a működést befolyásolna, vagy bármi későbbi működését az alkárnak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Még esetleg kérdés? Akkor én most itt megadtam, non-profit. Nehogy én ezt tudom, hogy akkor profitot nem termelhet, nem? Igen. A non-profitnak a válaszol tanultam volna. Én megmondom, én most teljes más tevékenységben dolgozok, hát nyilván. A non-profit Kft.-nek az a fő dolga, hogy termelhet profitot, de a megtermelt profitot a gazdasági társaság működésére, fő tevékenységre kell visszafordítani. Tehát olyan nincs, hogy ebből bárki osztalékot vegyen ki, vagy nyereséget vegyen fel, minden egyes megtermelt forint, annak vissza kell menni a cég működésébe. És mi szerintem minden egyes megtermelt forintot, és még egy kicsit is visszarakunk abban, mert hogy tényleg olyan infrastruktúrával rendelkezik már a gazdasági társaság. Hétvégén ugye ilyen holicsodás forróba járok bármilyen a világban, és akkor mindenki kérdezi, hogy kastély, ki? Hát az önkormányzat. Tényleg, igen. Esküvő? Lehet. Catering? Az is van. Mert hogy a melegítő tálokon keresztül, a 120 fős edénykészleten keresztül mindennel rendelkezik. Szerintem, ha kiállítanák az infrastruktúrát, ami az Ölbak Magyar Non-Profit Kft.-ben van, fűnyírók, autók, konyhához tartozó eszközök, elég hosszú utcának kéne lennie. És én az Albert Mihályról rosszat nem mondtam soha, és most sem mondok. De a maga korában egy zseni volt, egy utánfutóval és egy Suzuki vagonelbusszal elműködtette a falut. Ehhez képest nekünk az autók nem férnének el már az önkormányzat előtt. Tehát, hogy tényleg annyi mindenünk van, mint akár fűnyíró traktorból is három biztos, hogy van. De fükaszából nem tudom, 4-5 tuti van, és ugye nem az otthoni alapszintű, hanem mindenből az ipari van. Mert hogy települést kell működtetnünk, ugye ez amit szoktam mondani, hogy amikor települést üzemeltetsz, akkor nem háztartást üzemeltesz. Tehát legalább egy vagy két szinttel feljebb kell tudni gondolkozni. És nekünk nagyon nagy segítség a gazdasági társaságunk, hogy van. A maga létrejötte az azért nehéz volt, az egy 5 órás testületi ülés előzte meg, de szerintem a mai napig beváltotta hozzá fűzött reményeket, és ugye nem utolsó sorban nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Covid idejében az önkormányzatok teljes egészében minden támogatásból kizárásra került. Nekünk egy hatalmas szerencsénk volt az, hogy volt gazdasági társaságunk, és nem tudom, hogy 6 millió forintnyi munkahely megtartási forráshoz jutott akkor a gazdasági társaságba, ők kaptak. Ugye az önkormányzatok már akkor is kegyvesztettek voltak. Én ezután is köszönöm Erikának is az egész
időszakban nyújtott tevékenységét, támogatását, és bár mi nem sokszor ritkán beszélünk, akkor, hogyha valami hiszti van, akkor elmegyek megkérdező jogost, és akkor megnyugtat, hogy nem. És akkor ezt még szoktam is kérdezni, hogy írjuk le, és le is van írva. És de Klaudiának is köszönöm az egész éves munkáját, és nagyon bízom benne, hogy az eredményesség, ami most látszik a gazdasági társaságban, az jövőre még jobban feltartható lesz. De elengedhetetlen az, hogy szerintem legkésőbb szeptemberre, de inkább jobb lenne majd már esetleg júliusra megkötni az új közszolgáltatás szerződést a gazdasági társaság és az önkormányzat között, ami ez ugye egy költségszámítást várunk. Klaudiától lesz majd a testület akkor meghozza. Most legyünk túl a június 9-ben, és akkor utána majd ráfordulunk el. Akkor aki a gazdasági társaság beszámolóját el tudja fogadni, az kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, őt igen mellett elfogadva. Én egy kávét ígértem. Jó, mindjárt így. Jó, maradják akkor? Nyugodtan, persze. Következő napi rendi pont a vagyonkataszterrel kapcsolatos tájékoztatás. Tegye fel a kezed, hogy átnézte. Többször is, én kinyomtattam. Tök jó. Akkor valaki elmondaná, hogy mit tudom. Ben vannak a földek, az önkormányzat tulajdonában lévő földek, szántók, árkok, utak, ipari létesítmény, ami van a zöld bakonyét, nem tudom. Hát lehet, hogy valamit nem vettem észre, én végig átnéztem a hajnalban is, meg egyik este is. Jó, én megmondom őszintén, sosem néztem át. Én végignéztem, mert én kértem, tudtam. És azért nem néztem át, és nem is fogom átnézni soha, mert én bízom a saját kollégáim munkájában, és abban, amit Erika is mondott, a gazdaságnál is minden szerződést, amit odaadunk, már pedig mindent odaadunk, mert ha nem adnánk oda, nem tudnánk lekönyvelni, akkor ezek rendben vannak, és jelentős vagyoneleme van az önkormányzatnak az utolsó centig. Szoktunk csinálni még esetenként leltározást is, ugye nem feltétlenül van mindennek vagyon értéke, hiszen valaminek ugye mindig van amortizáció, értékcsökkenés, és az nullára íródik. Bár érdekes dolgot használnak a multinacionális vállalatok, hogy ugye amikor nullára íródik egy vagyonelem, azt újraértékelik, és ugye újból écsézik. Ezáltal folyamatosan fel tud letartani a jelentős vagyon papír számokba is, de nekünk nem ilyen szempontból kell vizsgálnunk szerintem a vagyonkataszter, hanem abból a szempontból kell vizsgálni, hogy milyen használati értéke van az abban lévő dolgainknak, és ezek hogy tudnak hozzájárulni a mi működésünkhöz. Sajnos forgalomképes területünk nekünk nincsen, sajnos az azért mondom, mert hogy sem földbéleti díjat, sem egyéb dolgot nem tudunk kapni az önkormányzati földterületek után, hiszen ezek a területek többnyire az utak és az árkokhoz kapcsolódnak. Egy-egy ilyen kisebb rész van, de azoknak viszont olyan földrajzi fekvése, hogy nem lehet művelni. A hulladéklerakó után lévő part oldal, ami jó déli fekvési oldal, ott lehetne szerintem egy napelem parkot elhelyezni, amire be lehetne táplálni az iparterületet, ezáltal az iparterület felmaradását tovább tudnánk ezzel szolgálni, de ilyen támogatások, ilyen pályázatok jelenleg nincsenek. Ugye van esetleg még kérdés, hiszen ez csak egy tájékoztatás. Igen, tájékoztatás, most itt akarom az alkalmat megragadni arra, hogy volt egy kedves csetényi lakos, aki megkérdezte a postának a mi voltát, hogy tulajdonát az önkormányzat milyen szinten birtokolja, vagy hogy ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha valamit mondaná a postával kapcsolatban. A postának nem teljes egészében tulajdonosa, néhány százalékban tulajdonosa az önkormányzat a posta épületének. Ugye ezt jelenleg különben használ egy kicsi részt a polgárőrség is, ezt átengedtük, hanem egy DKMB is tudod. Ez a kicsi tulajdon rész talán hozzá tud ahhoz járni, hogy elővásárlási jogon lesz az önkormányzatnak, amennyiben az állam úgy dönt, hogy egy újabb közszolgáltatás bezárását teszi szükségesi a kis településeken. Az biztos, hogy akkor az önkormányzat a még lehetőségeinek függvényében igyekszik ezt megvásárolni és valamilyen módon feltartani. De nem 100%-os tulajdonos. Ja, és akkor a postája egy nagyobb százalékban. Igen, de mit tett az időből az a földterület, azzal együtt? Hát a terekkel együtt. Igen, igen. Köszönöm. Jó. Akkor aki a tájékoztatást elfogadja, az készfeltartást fejezze. Köszönöm szépen. Igen. Következő napi rendi pont, átadnám jelzőszóra.
A választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazatszámláló bizottság tagjait az országgyűlési képviselők általános választás előtt kell megválasztani. Ez a 18/2022-es határozattal választotta meg a képviselőtestület a tagokat, de ezt követően is megszűnhet az ő megbízatásuk, például lemondással. Ilyenkor az önkormányzat képviselőtestülete új tagokat köteles választani. Tóth Erika május 13-án kell nyilatkozatával mondott le bizottsági tagságáról. Ezért én új tagként Vargáné Bognár Anikót javaslom, hogy nyilatkoztattam, hogy megválasztás esetén el fogja fogadni, és vele szemben a 16-os szakasz szerinti összeférhetetlenség nem áll fent. Úgyhogy szeretnék én képviselőtestre köszönni. Abból kettő van, ugye? Két Vargáné Bognár Anikó. Vargáné? Az egyik tanít Móron. Mely? És ide írtam, hogy valaki kicsit, én mindenki Bognár, mi az ő Bognár Anikó? Bognár. Ja, az Bognár, Bognár. Bognár. Bocs, jó, akkor kevertem, jó, megmondom. Jó, ő a Lórinak a felesége. Jó, csak volt. Tudom, hogy melyik. Meg hát tök mindegy, hogy nincs. Jó, oké. Aki elfogja, a kérem készmertetésre lesz. Köszönöm szépen, őt igen. Bocsánat. Jó, akkor a mai testületülés és talán ebben a körben lévő testületülések időszaka véget ért. Június 12-én fogunk meghirdetni egy új testületülést, ahol a június 9-i választáson októbertől képviselő mandátummal felruházott jelöltek is meghívást fognak kapni, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy a választás azt mondja, hogy októbertől önkéntes és képviselőit, de a bizalmat ők már megkapják június 9-én, és lesznek, akik elvesztik a bizalmat, vagy nem kapnak bizalmat. Így a munkát ezt közösen kell majd lefolytatni októberig. Én azt is mondtam a tisztelt képviselőtestület tagoknak, és most is megerősíteném, hogy amennyiben a polgármester személyében változás lesz, akkor a június 12-e ülésen a polgármester választás fog történni, és akkor én elmennék egy kicsit pihenni, és az alpolgármester tovább viszik a település működését októberig, amíg meg nem szűnik a mandátumunk. Természetesen a szám részemre első fizetések felajánlás ugyanúgy civil szervezetek, illetve egy jótékony célra fog menni az követő időszakban is. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm az aktív közreműködést a vendégeinknek is. Viszont